Késő délután a ködös szürkületben érkeznek meg az alsós gyermekek a napköziből a Nyírteleken működő kedves házba. Jelenleg összesen 23-an töltik a kollégiumban a hétköznapokat. Az 1995-ben alapított intézmény a Bokortanyákba született, nehéz anyagi és szociális háttérrel rendelkező fiatalok számára nyújt segítséget. Jászmin már csak nem 10 éve a kollégium lakója. Azt tervezi, hogy amíg középiskolás, itt marad. Szinte mindenben segítenek, tanulásban főképp, meg úgy mindenben, hogy hát inkább tévézni szoktunk, gépezni, beszélgetünk. Márkusz még csak 1 éve van itt. Azt mondja, az itt töltött rövid idő alatt is sokat javult viselkedése és szorgalma. Jobban jönnek a jegyek. Matekból is most már erősebb vagyok, mint tavaly. Hát, meg továbbtanulásban is segít. A lakóknak a kollégium házi rendjét és napi rendjét kell követniük. Az ébredés utáni gyors rendrakást követően reggeli várja őket, majd iskolába mennek. A felsősök délután 2-kor, az alsósok délután 4-kor térnek vissza a kollégiumba. Az első dolguk, hogy beszámolnak a nevelőtanároknak az adott napról, majd az uzsonna és a szabad foglalkozás után tanulniuk kell, amiben szintén segítenek az ott dolgozó szakemberek. A beszélgetőkör akkor történik, amikor a gyerekek beérkeznek az iskolából. Ez azt jelenti, hogy számunkra elsődleges információk vannak arról, hogy mi történt a hétvégén, akár otthon, akár a családban, akár bármilyen más irányban, illetve az, hogy amikor az iskolába jönnek délőtt, onnantól kezdve milyen jegyeket kaptak, miért kaptak dicséreteket, esetleg kit kellett valamiért megszidni az iskolába, és ezek mind a tudomásokra jöttek már a beszélgetőkör során. És nyilván ennek megfelelően beszélünk vagy beszélgetünk a gyerekekkel, hogy esetleg ha valamit rosszul csinált, az hogyan kellett volna esetleg máshogyan vagy jól cselekednie. A kedvesház kollégiumnál igyekeznek minél több élményt biztosítani a gyermekeknek. A tanévet követő nyári tábor tavaly és idén Lakiteleken telt. A tanévkezdés előtti gólyatáborban pedig a debreceni kerekedő élményparkban és a nyíregyházi élményfürdőben jártak a diákok. Az első cél az nyilván az, hogy megpróbáljuk egy picit visszaszokni abba a fajta munkarendbe, amit a kedves házban jellemző. Tehát mindenki megtalálja saját kis szobáját, szobatársait, berendezkednek, és egy picit a napi rend is visszatér az életükbe. Nyilván emellett pedig igyekszünk, hiszen ekkor van rá leginkább idő olyan élményeket nyújtani, ami megint csak jó, ami jó emlékeket idéznek, és jól indul a tanévünk. A kedvesház kollégium fenntartója a Gyerekekért SOS 90 alapítvány. Az intézmény működtetése, az ellátás és az élményszerzés évente körülbelül 30-35 millió forintba kerül. Ez három fő pilléren, három fő támasztékon áll. Az egyik egy normatív támogatás, amit az állami rendszerekből kapunk a gyermekek normatív támogatása révén. A másik egy pályázati szegmens, amit a különböző pályázat kiírásoknál célterületként felhasználva tudunk pályázni, ez adja a finanszírozási lábunk második harmadát, és a harmadik láb az pedig egy a magánadományokból, a természetes személyek segítségéből áll össze. Ebből is látszik az, hogy mennyire komplex és egyensúlyba kell ezt tartani, hiszen bármelyik láb megbicsaklik, úgy maga a fenntartás, a fennmaradásunk kerül veszélybe. A nyírteleki kedvesház kollégiumról hosszabb bejátszást láthatnak jövő héten a 35 perc című műsorunkban.